Nagy-nagy örömmel és szeretettel köszöntök minden megjelentet, és természetesen, és nem kötelező protokoll szerint, mondom, hogy a szívemből jön, hogy nagyon nagy öröm, hogy Lengyel Anna és Rados Péter ma a vendégünk. És az, hogy mi tegeződünk, az bocsánat, ez nem, hogy is mondjam csak, ha nem volna hölgy a társaságban, azt mondanám, hogy évtizedes az ismeretség és a barátság. Több évtizedes. Jaj, nem mondj. Szóval mi már tavaly előtt óta ismerjük egymást. Igen. És a 2012-13-as tanévünk őszi szemeszternek ez az első szabad egyetemi előadása, Egy csepp emberség címmel, és itt már nem is mondok semmit, mert nyilván, aki rádiót hallgat és hallgatott és ismeri ezt a munkásságot, munkásságotokat, az tudja, hogy miért jött el. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttetek, és tessék csak nyugodtan helyet foglalni. Egy icipicit rákészülünk, mert hogy ez egyházi szervezésű a program, a 455-ös éneket. Második Korintus levél Pál apostoltól, 6. fejezet, 2. vers. Éme most van a kegyelem ideje, éme most van az üdvösség napja. Érdekes, hogy két olyan szó is találta ebben a két mondatban, amit magyarázik el, kegyelem és üdvösség. Nehogy azt gondoljuk, hogy ezek ásatag, régi, abit, nagyon a mi korunktól távoli kifejezések. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy kegyelem, akkor azt mondja, hogy Charis görögül, és a Charis az Isten mindenféle jóságát jelenti. És azt mondja, hogy ennek van itt az ideje. Isten mindenféle jósága. És ez lehet az, hogy most itt vagyunk együtt, hogy találkozhatunk, hogy lélekben épületünk, tehát ez egy nagyon jó idő. Most van az üdvösség napja. Az üdvösség az pedig a beteljesedést jelenti, ami nem egy távoli déli bábos mennyországot jelent, hanem az Isten most megtapasztalt szeretetében lenni. Azaz, hogy nem ígéretekben vagyunk, hanem egy egészen sajátságos valóságban. És ez azért nagyon fontos, mert amikor az ember érti azt, hogy mi az, hogy Isten mindenféle jósága, meg Isten teljességet átfogó szeretete, és ebben benne vagyok én magam, személy szerint benne vagyunk, akkor mi születik ebből? Ebből nagyon sok jó született, ebből született egy csepp emberség, meg több csepp emberség is, meg nagyon jó elhatározások, megvalósulások. Úgyhogy örülünk annak, hogy itt az egyházi esztendő vége fele biztató, szép és kedves mondatokkal indíthatjuk az előadást, és én most Pál apostol után átadom a szót Lengyel Annának és Rados Péternek. Tehát mi házaspár vagyunk 1971 óta, és még előtte Egerben a tanárképző főiskolán is együtt végeztünk. Mi mind a ketten magyar-orosz szakos tanárok vagyunk, utána mind a ketten elvégeztük a főiskola után a budapesti bölcsészkart, az újságíró akadémiát, vagy hogy nevezték? Igen, ez 2 éves volt.
és én az evangélikus teológiát is elvégeztem. Egyébként 1948. november 1-én születtem Budapesten, és Balassagyarmaton nevelkedtem, ott nőttem fel egy hívő családban. A szüleim, édesanyám volt evangélikus, édesapám katolikus, az egyik nagymamám református, a másik szintén evangélikus. Tehát minden történelmi felekezet, ahogy mondani szokták a mi családunkban, a legnagyobb szeretetben és tiszteletben élt egymás mellett, és az azért nagyon fontos, hogy hívő családban nőttem, mert az se baj, ha valaki felnőtt fejjel fordul a templom felé, de nekem a hit mindig nagyon nagy erőt adott, és a mai napig is úgy érzem, hogy ez a szüleimnek talán a tanítatásunk mellett a legnagyobb ajándéka, hogy minket hitre neveltek. És mindig jártam templomba, tehát nem úgy volt, hogy mikor a rádióban elkezdtem dolgozni, akkor nem, aztán majd 90 után újból. Tehát én mindig jártam templomba, és nagyon-nagyon fontosnak tartottam a hitet. Ezt azért mondom el, mert tisztelendő úrral is az ismerettségünk tulajdonképpen egy ilyen kettős, hiszen mi a férjemmel 1972-ben kezdtünk a rádióban dolgozni. Először, mint külsősök, én 4 évig külsőztem, és 1976-ban vettek fel a Magyar Rádió Krónika rovatába, és onnan is mentem nyugdíjba. De a krónikás munkám mellett mindig más műsorokat is csináltunk. Elsősorban szép nagy portré műsorokat, aztán hát 90 után egyházi műsorokat, azért végeztem el a teológiát is, hogy ugye a rádióban az nem volt jellemző, hogy hívő emberek sokasága dolgozott volna ott, és akkor hát finoman fogalmazok, de érdekes, hogy 90 után mikor, mert 92-ben kezdtünk egyházi műsorokat is csinálni, tehát hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, azért végeztem el a teológiát, hogy szakszerűen tudjam ezeket a műsorokat csinálni, tehát ne csak hittel, hanem szakszerűen is. És ebben mindig társam volt a férjem, úgy volt mindig köztünk a munkamegosztás, hogy én megcsináltam a riportokat, és a nyersanyagot odaadtam neki, és a szerkesztés, ahogy abból műsor lett, az mindig az ő dolga volt. És ez azért volt jó köztünk, mert őt én nagyon jó szerkesztőnek tartom, és rábíztam azt, amit én megcsináltam minden hibájával együtt, mert tudtam, hogy abból a legjobb műsort fogja ő megcsinálni. És ez közöttünk egy nagyon jó módszer volt közel 40 éven keresztül. És készítettük az 7 egyháznak, készítettük a vallási félóráit és az istentisztelet közvetítéseit, elsősorban a protestáns és az úgynevezett neoprotestáns kisegyházaknak, tehát baptistáknak, metodistáknak, pünkösdistáknak, unitáriusoknak, mint az egyetlen magyar alapítású egyháznak a műsorait, református istentisztelet közvetítéseket, és így ismertük meg Varsányi Ferenc lelkész urat is, akkor pécsi lelkészként, és tőle is közvetítettünk istentiszteletet. Ez volt azt hiszem az első közös munkánk, de nem az utolsó. Tehát a Magyar Rádióban mi gyakorlatilag minden műfajban dolgoztunk, minden műsort csináltunk, de amiért ugye ide ma meghívtak, ez az egycsepp emberség. Még mielőtt erre rátérnénk, kérdezek, hogy akarsz-e az előtte lévő időszakról hát mondani? Hát csak annyit fűznék hozzá, hogy ugye a rendszerváltozás előtt a Magyar Rádióban nem volt semmifajta egyházi műsor. Vasárnaponként a Petőfi Rádióban volt ilyen félórás, ilyen abszolút lecsupaszított istentisztelet közvetítés, amit persze mindenféle fórumon előre ellenőriztek, tehát itt egy egész új világ kezdődött, és hát az újfajta egyház, tehát az egyházi műsorokat ki kellett találni. Tehát ugye ez nem volt, hogy azt hogy is kell csinálni. Az élő Isten tisztelet közvetítés volt a legnehezebb feladat, mert ott együtt kellett működni a lelkésszel, és az együttműködésen a legfontosabb eleme volt, hogy nem kellett beszélni, nem kellett, de megbeszéltük mindig a lelkésszel,
hogy most, hogy érzékelje az új világot, hogy ő, ami korábban nem volt, hogy fölmegy a szószékre, mond, amit mond, és azt ember nem ellenőrzi. Csak a Jóisten. Azt mondja, amit ő akar, ami a szívén van. Korábban ugye kétszeres-háromszoros cenzúra működött, valamint valljuk be, hogy volt egy bizonyos öncenzúra is, de tehát itt akármit lehet mondani, és hát mindegy, hogy milyen felekezetű a lelkész, amikor élő adásban megszólal a rádióban, akkor mindenféle emberhez szól. Tehát a legegyházellenesebb emberhez is szól, mindenkihez. És ez olyan fantasztikus dolog volt, hogy a rendszerváltozáskor egy ilyen élő istentisztelet közvetítést 1,5-2 millió ember hallgatott. A határon túliak meg még pluszban azért hallgatták, hogy végre magyar nyelven hallanak istentisztelet közvetítést. Tehát ez egy óriási felelősség volt, és ezt minden lelkésszel akkor hétről hétre meg kellett beszélni. Van, ahol ez egyszerűbben ment, valahol könnyebben, mert ez nagy felelősség és nagy teher is, mert korábban a templomokban ugye a lelkész fölment a szószékre, és mint egy gettóban, egy kis szűk közösségnek hirdette az igét, és ennyi. De most a templom kapui fantasztikus módon megnyíltak. Na most ráadásul ugye úgy is kellett szervezni az istentiszteletet. Katolikusoknál az könnyen megy, mert a katolikus papnak a vérébe van az, hogy egy órát tart az istentisztelet. De ugye a protestáns felekezeteknél a lelkész az bővebben beszélhet, szabadabban, hosszabban beszélhet, tehát ott az idő tartására nagyon kellett ügyelni, mert az első időkben a rádió vezetése egyik napról a másikra nem változott meg szemléletében. Ugyanazok voltak, akik korábban voltak, tehát kegyetlenül lekeverték nem csak a himnuszt is, de lekeverték, ha kellett, a lelkésznek a prédikációját is. Tehát ott mindenre fel kellett készülni. Na, úgyhogy ezt nem mondom még hosszan, ha valaki érdeklődik, bármire szívesen válaszolunk mind a ketten, de ez egy fantasztikus, szép, új feladat volt, egyháznak, lelkésznek, nekünk is egyaránt. Valamint voltak ezek a bizonyos félórák, amit szintén úgy kellett megcsinálni, mindig ez volt a kulcskérdés, hogy hát azt bárki, aki bekapcsolja a rádiót, hallgathatja. Mi is akkor döbbentünk meg, amikor elkezdtük ezeket csinálni, hogy az Amerikai Egyesült Államokból telefont kaptunk, Németországból telefont kaptunk, hogy hozzászóltak a műsorhoz, és akkor kapcsoltunk, hát Úristen, hát. És akkor még az internet ez korán sem úgy működött, mint most, de a későbbiekben pedig, hát ugye interneten utólagosan visszahallgatják, meghallgatják, tehát ez egy óriási lehetőség, és a rendszerváltozáskor az egyház és az emberek éltek is ezzel a lehetőséggel, meg kell, hogy mondjam, zárjálóbb, egy kicsit jobban, mint most. Úgyhogy ennyit azt. Ez akkor ugye reveláció volt, óriási újdonság, hogy papok, és a férjem mindig azt mondta, hogy ez a sajtószabadság, hogy a lelkész fölmegy a szószékre, és senki nem kéri el előre a papírját. Talán ezt nem is tudják önök annyira értékelni, mint mi, akik esetleg benne dolgoztunk, vagy a lelkészek, akiknek három helyre is el kellett küldeni a papírt, mielőtt ezt a bizonyos férjem által említett Petőfi Adon lecsupaszított liturgiával elmondott kis istentiszteletet megcsinálhatták volna, és mindenhol nézték, és egyszer csak a teológián egy professzorom azt mondta, hogy Anna nekem azt mondta, hogy jöjjek be a rádióba, és mondjak egy áhítatót. És akkor vettem egy nagy levegőt, és nem kellett hozzá engedélyt kérnem senkitől. Tehát ezek óriási dolgok voltak. És ez a 90-es évek elején volt, mi 97-ig készíthettük ezeket a műsorokat, és hát utána is nagyon sok szép műsort csináltunk. Nem tudom, emlékeznek-e ilyen műsorcímekre, hogy névjegy, ez mindig vasárnap volt. Nagyon szerettük csinálni is, meghallgatni is. Aztán volt ez a félórák, kis portréműsorok. Hát az most van. Aranyemberek. Igen. Aztán
ünnepi műsorokat nagyon sokat csináltunk, akkor volt egy olyan, hogy a könyv év, az olvasás éve, akkor nagyon sok ilyen jellegű műsort csináltunk, és hát 2005-ben akkor kezdtük az Egy Cseppen Berséget. 2004. március 14-én. 2000, igen. Milyen jó, hogy itt van a férjem. Igen. Na, az indulást akkor kérlek, hogy... Hát ugye... Bocsánat, mielőtt a férjem, elnézést kérek tőled is, hogy van-e, aki tudja, hogy mi ez a műsor, vagy hallgatták-e? Igen? Tehát tudják akkor, hogy miről beszélünk. Jó. És akkor bocsánat. Hát ez a műsor, ez is úgy indult, hogy rádió vezetői rögtön tanácsolták, hogy hát milyen vezető politikusokat kell először megkérdezni. És akkor én úgy mondom a feleségemet, hogy Anikó, tehát én sosem mondom, hogy Anna. Tehát amikor Anikó azt mondta, hogy politikus semmilyen körülmények között, tehát ebből politikus nem lesz, akkor hát nagy ámulat-bámulat volt. Bátorságnak is számított, mert hát azért találták ki, hogy ő legyen a felelős szerkesztője, mert azt rádió szerte tudták, hogy ő mindenkit ismer. És ő iránta mindenki szeretettel van, mert az az igazság, hogy ő az igenből sose csinált nemet, a nemből meg sose csinált igen. Tehát, és a riport alanyjal beszélgetett, akkor nem úgy beszélgetett vele, hogy na, mondd el, könnyíts magadon, aztán szervusz, és soha többet nem látlak, hanem mindenkivel tudott úgy beszélgetni, hogy utána egy nappal, tíz hónappal is egymás szemébe tudtak nézni. Tehát ő a Magyar Rádióban valaki azt mondta, hogy hú, nekem kéne mondjuk egy híres sebész professzor, kit hívjak föl telefonon, akkor rögtön mentek Lengyel Annához, vagy akárkit. Tehát ezért is bízták rá. És a Krónikához nagy ismertséget is van. És hát nagy bátorság volt azt mondani, nem tudta ő akkor, hogy ez a bátorság, hogy hát politikus nem. De akkor kérdezték, hogy hát akkor kit? Na, mondd innen te, mert te voltál ennek a szemben. Igen, ez úgy mondanám, hogy ugye a Magyar Rádióban, abban az időben is, de szerintem ez azóta is így van, mi a közszolgálatról beszélünk, mert mi mindig a Magyar Rádióban, a közszolgálati Magyar Rádióban dolgoztunk, és időnként a televízióban, tehát mi kereskedelmi adókról nem tudunk beszélni, nem csináltuk, és nem is nézzük, és többet nem mondok. Tehát mi mindig a közszolgálati, a mindenki adójából fenntartott magyar állami rádióról és televízióról beszélünk. És ennek a közszolgálati műsorszolgáltatásnak kötelessége minden adófizető igényét kielégíteni. Tehát ezért kell egyházi műsor, sportműsor, népdal és minden, mert ez mindenki adójából fenntartott intézmény. És én akkor is úgy láttam, és azóta is úgy látom, hogy mondjuk a Magyar Rádió 24 órás műsorszolgáltatásából 23 óra 58 perc az csak a politikáról szól. Tehát csak a politikusok, és mindig ugyanazok az emberek. Ugye volt 10-15 megmondó ember, minden adónőket láttuk. Mert azt is tudtuk, hogy veszik a levegőt, mikor viszi le a hangsúlyt, mikor vág a másik szavát. Mindent tudtunk, de mégis mindig az a 10, biztos fel tudják sorolni. 10-15 ember beszélt minden rádióban, minden televízióban. És azért mondom, hogy 23 óra 48 vagy 58 percig, mert ez a mi Egy Csepp Emberségünk, ez 2 perc volt, minden reggel 6:30. 2 perc. És tudtam, hogy ebbe politikusok nem szerepelhetnek. Nem. Mert igenis az embernek reggeli indulásra kell valami, ami a napját elindítja. Ha hívő ember, akkor egy ima. Ha nem hívő ember, akkor talán csak egy nagy sóhaj, hogy jaj, hogy lesz ma, mint lesz ma. És azt néhány szóval megfejelik hozzá, segítik ahhoz, hogy jól induljon a napja, akkor az a nap már eredményesebben indulhat. És a politika ugye az embert indulatokra motiválja, vagy indulatokkal motiválja. Most ebben nem akarok mélyebben belemenni, de ha reggel már felidegesítve megyek el, akkor ugye hát nem olyan jó lesz talán a napom. Volt egy kedves
barátunk, még mai napig is barátunk, ő a legfelsőbb bíróság elnöke volt, és akkor volt egy televízió műsor reggelent, és azt mondta, aki azt nézi, az nem tud imádkozni. És ezzel mindent megmondott. Tehát tudtuk, hogy, és amit a férjem már mondott, hogy nekem a krónika rovat hallatlan nagy ismerettséget adott, mert ugye minden nap, minden eseményen ott van az ember. Nekem három szakterületem volt, az egészségügy, a kultúra és az egyházak, tehát a vallás. És óriási ismerettségem volt, és van a mai napig is, tehát amikor rám bízták, akkor tudták, hogy hát, nem fogok 10 embernél megállni. De azért nagyon érdekes, hogy, tehát politikus nem azt mondtam, és ez azért volt érdekes, mert ugye én egy beosztott ember voltam ott, aki a főnökének azt mondja, hogy nem. Egyet tudtam, hogy én ezt a műsort szeretném csinálni. És ugye az ember egy ilyen helyzetben azt is megkaphatja, hogy akkor csinálja más. De hát hála jó Istennek, azt mondták, hogy csinálta. Na, tehát így indultunk, és akkor én kiteszik, de akkor kivel fog indulni? Hát mondom, Vizie Szilveszterrel, Jókai Annával, és azt mondta nekem a Magyar Rádió akkori alelnöke, hogy senki nem tudja, hogy ki Vizie Szilveszter. Hát mondom, az nagyon szomorú, legfőképp az, hogy te nem tudod, ugye, hisz azért vetett föl a dolgot, mert te magad sem tudod. De mondom, akkor nekünk, mint közszolgálati rádiónak kötelességünk megmondani, hogy kivizi a Szilveszter, és akkor majd megtudják az emberek. Nem ragozom hosszan, természetesen vele indultunk, és akkor sorba jöttek az emberek, és amikor az első kötetet bemutattuk, mert talán tudják, hogy ezt a Rádió 3 kötetet ebből kiadott, a negyediket, amit hoztunk is, az férjem után, amikor a műsort megszüntették, akkor készítette, és a minden kötetnek a férjem a szerkesztője. És amikor az első kötetet bemutattuk, akkor az körülbelül karácsonyra volt, igen, és mindenki azt kérdezte tőlem benne a rádióban, hogy bírod-e még, van-e embered? És akkor mondtam, hogy Magyarországon, illetve hát a magyar lakta területek itt is veszük, akkor 15 millió emberem van. Ugye csak azt senki nem értette, mert azt hitték, hogy hát majd én már nem fogok tudni mondani embert. De mi arra törekedtünk, hogy ne csak úgynevezett híres emberek legyenek ebben a műsorban, mert 10 vagy 100 híres embert mindenki tud, hanem Magyarországnak a lakosságát próbáljuk ebben a műsorban bemutatni, tehát művészeket épp úgy, mint tudósokat, kétkezi embereket, mert volt például fodrászunk, olyan fodrászunk, aki világversenyen 6. helyezett volt, és azért, ha belegondolnak, hogy egy településen hány fodrász van, vagy egy kerületben, vagy egy megyében, rengeteg, Magyarországon is rengeteg fodrász van, hát még a világon, és egy világversenyen 6. lenni, én azt gondolom Magyarország az egy óriási teljesítmény, legalábbis egy Oscar-díjas film rendezésével felér, mert hát egy csodálatos teljesítmény. Voltak fiatalok és idősek, határon túliak, magyarországiak, festők és szobrászok, lelkészek természetesen. Na, innen folytasd. Hát mindenféle. Még a fodrászról jut eszembe, hát ez egy női fodrász volt, világversenyen nyert, de ez nem akármilyen fodrász volt. Voltak tanítványai, ugye? Inasai, vagy minek nevezzem. És az első, amit mondott nekik, hogy ha majd te csinálod a nő hölgynek a frizuráját, akkor oda mégy hozzá, bemutatkozol, és azt mondod, hogy asszonyom, engem így és így hívnak, és én fogom az ön frizuráját elkészíteni. Tehát magyarán nem csak fodrásznak volt szuper jó, hanem egyfajta tartást is adott a tanítványainak. Úgyhogy, mert ugye rengeteg fodrász van, nekünk meg kellett találni például a Szabó urat, aki... Igen, és ráadásul így hívják, ugye, hogy Szabó Imre, tehát egy teljesen átlagos neve van, és nagyon szerettük, de azt is szerettük volna bebizonyítani, hogy igenis Magyarországon
tényleg nagyon sok értékes ember van, és amikor megszüntették a műsort, akkor megint több millió ember nem került sorra a Magyar Rádióban, mert véget kellett vetni. Hát aztán a Magyar Rádió nem számított arra, hogy ilyen fantasztikus sikere lesz ennek a műsornak. Arra számított, hogy ilyen 40-50 adás után ez kifullad. És a műsornak olyan fantasztikus sikere lett, hogy mondjuk, hogy híres embert mondjak, Anikó fölhívta Kocsis Zoltánt, és ugye kezdte, hogy hát felkérem erre, ez egy olyan műsor, hogy, és a Kocsis Zoltán közbevágott, hogy hát Anna nem mondja, hát minden reggel, amikor viszem a gyerekeket az óvodába, akkor hallgatom a műsort. Úgyhogy azt vettük észre, hogy a meghívott vendégek, meghívott emberek azok kitüntetésnek tartják azt, hogy még egyszer mondom, hogy 2 percben szerepelnek. Hát ez ugye ez egy olyan semmi kevés időnek tűnik. Hát azt meséld el, hogy különleges vagy érdekes dolgokat meséljünk, amikor közeledett az első karácsony. Igen. Igen, tehát amikor összeállítottuk mi a névsort, hogy egy-egy hétre kit kérünk fel, akkor mondom, változatosan igyekeztünk, és mindenfajta foglalkozásból, életkor szerint is, nem szerint is, tehát legyen fiatal, idős, stb. És akkor jött az első karácsony, és hát, hogy ki legyen szenteste, ugye 24-én reggel. És akkor azt mondta a férjem, hogy legyen egy gyerek. Igen ám, de ugye minden egycsepesnél úgy kezdtem, hogy kérünk tőle egy idézetet, ez volt az alapkoncepciója, hogy mondjon egy idézetet, ami neki fontos, és hogy miért tartja azt fontosnak. Egy ilyen életvezető idézetet kértem. Na de egy gyerektől hogy kér, mit mondjak neki, hogy életvezető idézet? És akkor nagyon érdekes, megismertünk mi egy kislányt, 8 éves volt, Rita, és nagyon okos, helyes kislánynak tartottuk, aki úgy volt értelmes, hogy nem koravén, mert ugye azért az se jó. És akkor azt mondja a férjem, hogy hát Ritát kérjük meg. Megkérdeztem a szüleit, hogy hát tud-e karácsonyi verset, hogy vannak a karácsonnyal, és hát mondta, hogy persze tud karácsonyi verset, mindent. És hát őt kérjük meg. Na most ez a nagyon értelmes, okos kislány, behívtuk őt a rádióba, bejött a szüleivel együtt. Na most még annyit közbevetőleg elmondok, nem tudom, jártak-e már rádió stúdióban, de a rádió stúdióban, mikor elindul a felvétel, akkor lesz egy olyan síri csend, amit soha még nem hallottak, ebbe biztos vagyok, és úgy attól, aki nem szokta meg, hirtelen, ha meghallja ezt a csendet, akkor úgy egy picit úgy összerázódik, hogy hol vagyok, mint vagyok. És akkor ott technikusok is vannak, akiket az üvegen keresztül lehet látni, és ez zavaró lehet. És volt a rádióban egy olyan számítógépes stúdió, ahol nem volt technikus, én azt megtanultam kezelni, tehát hogy teljesen intim legyen a felvételnek minden körülménye, ne zavarja meg azt, aki bejön. És hát ezt a kislányt, aki 8 éves volt, Ritát beültünk oda, és mondom, hogy Rita, akkor elkezdjük, bekapcsoltam a felvevőt, és akkor a kislány nagyon-nagyon megijedt, és onnantól kezdve hát mondott idézetet is, meg úgy beszélt is mindenfélét, de olyan hosszan, és hát éreztem, hogy ez nagyon-nagyon nem stimmel. És befejeztük, és mentem le a férjemhez a szobába, és mondom neki, hogy hát ez nem jó, hát ezt nem lehet használni, hát ez valami nagyon-nagyon gyenge. Mert ugye hosszan mondta, és akkor én is megijedtem, hogy hú, hát ez ebből semmi jó nem sül ki. És akkor a férjem azt mondta, na add ide. Odaadtam a szalagot neki, és megvágta. És ez a kislány a következőt mondta el. Nagyon jó 2 percet csinált belőle a férjem. A következőt mondta el, hogy ő náluk karácsonykor mindig együtt van a család, az is, aki különben egyedül lenne. Tehát mindenkit egybe hívnak. És így mondta a kislány, van nagyon finom ennivaló is, krízgombóc leves és szilvás gombóc. Hát az anyukája, amikor meghallotta, rögtön mondta, hogy azért van más is.
Tehát szégyelték egy kicsit, hogy ezt mondta a kislány, pedig milyen fontos dolgot mondott el. Ugye, hogy karácsonykor, Jézus születésnapján együtt van mindenki. Együtt örülünk annak, hogy karácsony van. Együtt senki nem marad magányos a mi családunkban. És ami nagyon fontos, hogy van ennivaló is. Mert sok embernek nincs enni, vagy több embernek nincs enni. És nagyon-nagyon szép volt, ez megjelent a könyvben is, és aznap, tehát 24-én ez hangzott el a Magyar Rádióban, és mindig azt mondtam a férjemnek, ha csak egy ember, vagy egy család mondta azt ennek hatására, hogy hívjuk meg Marika nénit, Zoli bácsit, Pistát vagy Lajost, és egy család boldogabb lett, akkor ez a kislány már megtette, amit ember megtehet, hogy a karácsonyunk szebbé legyen. Tehát sokszor ezek a véletlenek is, meg hát ebben az esetben, ahogyan a férjem megvágta, az csodálatos volt, és akkor már hagyd mondjam el ezt a következő. Mondani, ez volt az első karácsony, igen, a műsornak, és akkor majd mutasd meg, és igen, mondd el a második karácsony. A következő karácsony pedig Hubai Miklós, egy drámaíró volt, talán ismerik a nevét. Ő nagyon szerette ezt a műsort, és rendszeresen felhívott engem, és megdicsért, és hát ez szuper volt, és ajánlott is mindig. És ő mondta nekem azt, hogy Szabó T. Anna, ő egy fiatal költő, őt feltétlenül hívjam, nagyon tehetséges. És annyi személyeset még elmondok, hogy mi ugye magyar szakosok vagyunk, és Szabó T. Attila, ő egy nagyon híres kolozsvári nyelvész, és az ő történeti etimológiai szótára az nekünk, magyar szakosoknak, nyelvészetből egy alapmű, amit mindannyian 5 évig komoly formában forgatunk. Tehát a TESZ, ez a rövidítése, hogy történeti etimológiai szótár, ez nagyon fontos a magyar szakosoknak, és hát az ő unokája Szabó T. Anna. És meg is mutatom a képet, nagyon helyes, fiatal. Igen, vele, amit elmondod, de azt most szeretném elmondani, hogy tessenek elképzelni, hogy hát már akkor tudtuk, hogy meg fogják szüntetni a műsort, és akkor még a decemberre megbeszéltük Péterrel, hogy kik azok, akiket feltétlenül még meg kell hívnunk, és mondom, hát te Szabó T. Annát, hát Hubai Miklós nagyon ajánlotta, és tessenek elképzelni, fölhívom őt, december 10-e körül, mondom, hogy erre és erre szeretnék megkérni. És jöjjön be holnap a rádióba, és csináljuk meg. Nem, jövő héten jöjjön be. Azt mondja nekem, jövő héten. Hát én minden órás vagyok, én bármelyik pillanatban megszülhetek. Jaj, mondom, akkor holnap. De most tessék elképzelni, azt mondja nekem, hogy jó, holnap délelőtt kell orvoshoz mennem, ha nem tart ott, akkor bemegyek. 10 órát beszéltünk meg, álltam kint a rádió kapujába, jaj, mondom, édes Isten, nem segíts meg. Hát annak a kisgyereknek már az az 1 óra nem számít, ne szüljön még meg azon. Szabó T. Anna egy nagyon magas hölgy, és egyszer csak látom, hogy jön, alig bír menni, keze lába, minden ellóg. Jaj, mondom, de jó, itt van a Szabó T. Anna. Bemegyünk a stúdióba, és ő a következő idézetet választotta, hogy Kafka Margittól, hogy csak lassan, okosan, Peti fiam. És elmondta, és benne van itt a szövegben is, hogy ő nem nagyon szerette régebben Kafka Margitot, és ezt a sort is egy kicsit olyan szentimentálisnak, olyan cukrosnak gondolta, csak lassan, okosan, Peti fiam. Ő most már a második kisbabáját várja, és ő tudja az elsőből is, hogy az a legfontosabb, hogy szeresse az ember a gyerekét, mert semmilyen nehézségbe helyette nem tud ott lenni. Nem tudja a nehézséget a szülő a gyerek helyett legyőzni, de ha szereti, ez erőt adhat neki az élet minden bajában. És azt mondja, ahogy ezt most mondom, meg is mozdult. Tessenek elképzelni, ott a stúdióban. És akkor 24-én karácsonykor reggel, ugye mit hall a hallgató, hogy ahogy ezt most mondom, meg is mozdul, és este, éjszaka meg is szült Szabó T. Anna. De 24-ére egy ilyen csodálatos mondat, hogy ahogy ezt most mondom, meg is mozdult. Egyébként az az igazság, hogy ahogy Hubai Miklós ajánlott nekem sok mindenkit, nem tudtunk természetesen megfogadni, meg hát meg volt a mi elképzelésünk, hogy kiket kérünk. Nagyon sokan
felhívtak és jelezték, hogy nekik nagyon tetszik ez a műsor. Ezt mindig onnan tudtam, hogy akkor szeretnének részt venni benne. És voltak politikusok is, akik fölhívtak, egy akkori frakcióvezető, és mondtam neki, nagyon jól esik, hogy mondja, de maga nem vehet részt benne, mert maga politikus. Jaj, nem is azért mondom, mondta. De hogy nem tudom, hogy azért mondta. Hát volt olyan, szintén nem mondom, hogy melyik párt, mert nem akarom a hallgatóságot megosztani, de annak az igazságügyminisztere a tévébe azt mondta, hogy úgy indul reggel, hogy meghallgatja az egy csepp emberséget, és akkor megy utána a fürdőszobába. És akkor volt egy, meghívtak Egerbe egyszer, egy ilyen íróolvasó, vagy sajtótár, vagy hogy nevezzük ezt? És igen, egy ilyen találkozóra. És akkor felállt egy hölgy, és azt mondta, hogy hát nagyon-nagyon szeretik ezt a műsort, és hát képzeljem el, hogy a kisfiú ott sertepertét reggel, és mondja, hogy apa, hol van? Azt mondja, nem tudom, de mindjárt 7:30, és akkor itt lesz a rádiónál. És akkor őt meg is hívtam, hogy egycsepes, vagy volt olyan is, hogy Székesfehérváron, a Kodolányi Főiskolán egy nagyon szép új könyvtárat adtak át, és a könyvtár vezetőnő, ott a több százas hallgatói és vendég koszorú előtt úgy kezdte a beszédét, hogy ha Lengyel Anna most tőle azt kérdezni, hogy mit mondjak az egycsepp emberségbe, akkor ezt és ezt mondanám, és én ezt visszahallottam, és akkor őt is meghívtam. Tehát ilyen élet adta teljesen normális lehetőségeket, és kihasználtunk. Tudnélik, ez mutatta azt, hogy az embereket ez a műsor nagyon megfogta, nagyon foglalkoztatta. Kaptunk olyan könyvet, amit emberek írtak, és rajzoltak mellé, tehát mert ez volt a könyvnek is a beosztása, ami ennek a könyvnek, hogy egyik oldalon a fénykép, és a másikon pedig a szöveg, amit mondtak. És akkor kaptunk olyan kis emlékkönyvet, hogy ide rajzoltak nekünk, ez például Polcalen, talán az ő nevét ismerik, ő a Misszony Miklós felesége volt, és a Magyar Hospice-nak a megalapítója, és ide pedig szöveg, kézzel írt szöveg, ilyet kaptunk, vagy olyan, írt egy férfi, hogy ő már nyugdíjas, és az anyósával minden reggel ők együtt kávéznak, mert a felesége még dolgozik, és akkor meghallgatják az egycsepp emberséget, és utána egymásnak mondanak egycsepp emberséget. Igen, így van. Asztrikatyát is akkor mondhatod. Igen, hát még akkor ez, de hát te is mondhatod, hogy az például egy nagyon szép visszajelzés volt, hogy Várszegi Asztrik is részt vett ebben a műsorban, és elmondta nekünk, hogy mikor közösségi alkalmak vannak a bencéseknél, akkor ott mindig van felolvasás, valaki felolvas. És általában természetesen ugye a hitbéli olvasmányokat veszik elő, de az Egy csepp emberség könyv is ott van, és abból is olvasnak fel. Hát ez nekünk egy nagyon-nagyon jó visszajelzés és elismerés volt. De most már te is mondjál. Annyit mondanék, hogy ha jól emlékszem, ilyen 750 ilyen kétperces hangzott el, és a Magyar Rádió az három kötetben adta ezt ki, rendkívül hozzá nem értő módon, például az első kötetet azt 3000 példányban adta ki, ezzel elérték azt, hogy mondjuk a Calvin téri aluljáróban 2,5-3-szoros áron adták, aki hirtelen hozzájutott a rádiónál, és akkor oda vitte. De ez mondjuk nekünk hízelgett, de hát ez szörnyű volt, mert vidékre egy darab könyv nem jutott, tehát kihagyták a vidéki terjesztés belőle. Hát aztán utána csináltak ismételt kiadásokat, én már nem tudom, hogy hányat, sokat, de hát akkor első dobásra óriási igény volt, de hát maguk sem hittek benne. Tehát a lényeg az, hogy három kötet jelent meg, de a három kötetbe a 750 egycsepet mondóból, mondjuk ezt, hogy hasból mondom, kb. 500 jelent meg. Tehát olyan 150-170 személy kimaradt. És nem tudom megmagyarázni miért, de a rádió nem akart negyedik kötetet csinálni, viszont én hozzám nagyon sok visszajelzés jött, hogy hát én miért maradtam ki. És akkor készítettem el ezt a könyvet, hoztunk is egy pár példány, hogyha valakit érdekel ajándékba, tehát meg lehet vásárolni. Ebben is van egy olyan 50-60 egycsepp emberség,
megmondott tartalomjegyzékből, hogy kik vannak, most nem akarom így felolvasni. A dolog lényege az, hogy ennek a könyvnek még pluszban az az érdekesség, hogy ez a könyv akkor született, amikor már a rádióműsort megszüntették. És egyre jöttek a telefonok, hogy hát miért, hogy jöjjön össze ez a társaság, meg hogy miért szüntették meg. És akkor itt a hátsó borítóra, amik benn is van egy kép, lehet látni, ez a Fasori Evangélikus Gimnázium díszterme, ez zsúfolásig megtelt, és akkor ott egy cseppesek adtak, hát aki énekelt, az énekelt, aki művész volt, a Anikó készített riportot. Tehát ott csináltunk egy ilyen szépen, egy ilyen találkozót, és azóta már 13-14 ilyen találkozó volt, csak most már nem a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, hanem egy ideig a Gödör klubban, egy ideig a, és az utóbbi időben pedig a Deák téri evangélikus templom, evangélikus gimnázium dísztermében tartjuk ezeket a rendezvényeket. Azért ezeken a helyeken, mert hogy itt minden ingyen van, tehát hogy ingyen jönnek el azok a művészek, akiknek több százezer forint a fellépti díjuk, ingyen kapjuk a helyet, tehát itt minden egy csepp szeretetem múlik. És egy cseppes borászok kínálják a végén természetesen a nagyon finom tokait, vagy villányit, tehát nagyon jó borászaink is vannak. Igen. Ezt a férjem találta ki egyébként, pontosan a megszüntetés évfordulóján, 2 év múlva, március 15-én csináltuk az első. Ezt a másik könyvet, amit hoztam, ennek az az érdekessége, hogy rendkívül sok telefon, e-mail, fax érkezett a műsor kapcsán, fantasztikus emberektől. És ott volt a sok ilyen levélanyag, dobozok voltak tele vele, és éreztem a lehetőséget, hogy hogy lehetne ezt úgy megmutatni, hogy ez elsősorban Lengyel Annának szól, de hát mégis olyan tartalmuk van, ami bárkihez szólhatott, bárkinek érdekes. És ugye a leveles könyvnek is ugye nem tudom, tehát régen a lányok csináltak ilyen leveles könyvet, és ilyen titkos mindenféle bejegyzések voltak benne, amit utólag is jó volt megnézegetni. Hát ez is egy ilyen leveles könyv. Ezzel kapcsolatban van egy ilyen érdekes történetem, mert nagyon sok érdekes történetünk van. Izraelbe utaztunk, emlékszel. És egy gyönyörű szép szállodának az éttermében volt a vacsora. És ott ültünk ketten egy asztalnál, meg még egy házaspár. Fölnézek, és látom ám, hogy mondjuk egy korombeli pasas közel bámulja a feleségem. Na mondom, nekem is Jeruzsálemig kellett jönni, hogy bámulják az olyan. De csak teljesen egyértelmű volt, hogy bámulja. És látom, hogy ez a könyv a kezében van, és így nézi a fotót, és így nézi a feleségemet, hogy beazonosítsa. És hát aztán ugye bemutatkozott, odajött hozzá, dedikáltatta, autogramot kért. Tehát ugye ez egy fantasztikus dolog, hogy hova kell elmenni, hogy az ember... És ő ezt hozta magával, igen, az útra, igen, olvasni, szóval ez tényleg egy... És le van fotózva minden, ugye, csak a szava hihetőség miatt. Tényleg rengeteg ilyen történetünk van, de nagyon elmúlt az idő, és ha netán... Még egyet mondjál el, igen, mert az még érdekes, és aztán én nem húzom az idő, hogy az ecsepesek között boxoló is volt. Igen. Igen, én nem tudom, hogy szoktak-e sportmérkőzéseket, mi nagyon szeretjük a sportot a férjemmel, már teljes futballszakértő vagyok, úgyhogy meghívtak a Bonyhádi gimnáziumban, van egy csodálatos sportcsarnok, és annak a megnyitójára, és akkor a férjem azt mondta, hogy itt nehogy ilyen, mint egyházkerületi felügyelőt, mert azt nem mondtam talán, hogy az Evangélikus Egyház déli egyházkerületének vagyok a felügyelője, és hát mint kerületi felügyelőt, és azt mondja, figyelj ide, hát ezek fiatal kamaszok, azt mondja, nézik a focit, hát Messiről beszél nekik, a Barcelonáról, Real Madridról, és akkor egy ilyen, tehát nagyon jó vagyok már Barcelona összeállításban is, és
nagyon szeretjük a sportot, és többek között a boxot is szoktuk nézni. És nem nagy... még voltunk Bonyhádon, ezután az esemény után egy évvel, és oda jött egy kis srác hozzá, hogy a néni azt tetszik lenni, aki a messziről tetszett beszélni. Igen, azt mondja, azt tetszik lenni, aki a messzit mondta. Oda, igen, igen. Na, lényeg az, hogy mindig néztük a boxmeccseket, és nagyon szerettük, Kótai Mihályt, nem tudom, ő egy többszörös világbajnok, nem tudom mennyire ismerik, és engem mindig nagyon megfogott az, hogy győz, és akkor ilyen szerényen így bocsánatot kér, hogy hát jó, én győztem, de szóval az ellenfél az valami olyan csodálatos, hát hogy az hogy, milyen nagyszerű sportoló, stb. Stb. És hát beszélt percekig, és csak az ellenfélről, akit ő különben legyőzött, arról beszélt. És akkor csináltuk az egy cseppet, akkor mondtam a férjemnek, hogy Kótai Misit azt hívjuk, hát ugye ötszörös, vagy nem tudom hányszoros világbajnok, és ez a véghetetlen szerénység, ez a, hogy bocsánat, hogy élek. Hát én vagyok a világbajnok, de az mind semmi ahhoz képest, amit az ellenfél tud. Szóval ez a szemlélet, ez, ugye mindig mindenkit le akarunk győzni, nyerni. Mikor áruházban vagyunk, és kínálnak ilyen bónokat, férjem mindig azért nem akarunk nyerni, tehát nem akarjuk, tessék eltenni a különböző kuponokat, nem akarunk nyerni, semmit, így néznek rá, hogy valami bajuk van. És hát Kótai, miért felhívom? Hát boldogan jön, na már ennek nagyon örültem, és... Hát megbeszéltük az időpontot, és a rádióba úgy lehet bejönni, hogy a portára leadjuk a nevet, és akkor személyigazolványa, vagy valami azonosító irat ellenében, hát bejöhet. Na most a rendészek, ez egy külön csoport a rádióban, alig várták már, hogyha úgynevezett híres ember jön hozzám, mindig megkérdezték reggel, mikor mentem, mert ma kijön az egy csepembesik. És akkor hát jött Kótai Mihály. Hát az egész rendészeti csoport körülvette, 10-re beszéltük meg, 10:45, mondom, még sehol nincs, tehát le kell mennem a portárat, hol van? És akkor képzeljék el, egy ember gyűrű kellős közepén, ott áll Kótai Mihály, és mindenki, és Misikém, amikor azt annak behúztál, akkor az hogy volt? És ő pedig mondta olyan szerényen, hát mondom, bocsánat, hát, na akkor mentünk a stúdióba, és a következőt mondta. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Talán ismerik ezt a bibliai mondást János evangéliumából. És elmondta Kótai Misi, hogy ő ezt először a bazilika homlokzatán látta, oda van latinul kiírva, talán látták önök is, és nem is tudta, hogy mit jelent. És akkor megtudta, hogy mit jelent, és ő neki ez az ige, ez nagyon-nagyon sokat jelent, mert amikor ő fölmegy, bemegy a ringbe, és boxol, és ütést kap, az neki is nagyon fáj. És amikor úgy érzi már, hogy ez már több a soknál, akkor ez eszébe jut, és ebből ő olyan erőt kap, hogy... Hát ugye ez látszott az egész életén, hogy nem a vérre megy, nem az, hogy hú, kitekerem a nyakát, nem, sport. És ez annyira megható volt, szóval én komolyan mondom, szinte az ember, ahogy ott ült vele szemben, és röviden mondta, mert volt, aki 20 percig beszélt, volt olyan Kossuth Díjas szobrászunk, hogy 20 perc. Mondtuk neki, hogy 2 perc az egész. És akkor a férjem abból is csinált 2 percet, és akkor meg volt győződve a Kossuth Díjas szobrászművész, hogy ő nem csak nagyon jó szobrász, hanem ő nagyon jól beszél is. Mert 2 percben el tudta mondani, amit egyébként 20 percben mondott. És amikor könyvben látta leírva az ő egy csepét, akkor mondta, hogy de látjátok, Vadász György nevű építésznek mondta, látod Gyurikám, írásban is ilyen flott vagyok. Na szóval ez csak így közbevetőleg jegyzem meg. És Kótai Mihálynál pedig szívben markoló volt, amire ugye mi nem is gondolunk, amikor egy boxmeccset nézünk, és ő neki egy János evangéliumi ige van olyankor a fejében, és azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és nem te, aki a pofont osztod, vagy kapod, vagy eltűröd. Köszönöm szépen is, elnézést, ha kicsit hosszúk voltunk. Hát ennél úgyhogy... szebb végszót nem kaphattunk volna. Köszönjük szépen. Hát arra számítottam, hogy lesz egy kedves óránk,
De hogy egy boxoló prédikál nekünk áttételesen, erre nem gondoltam, tehát ez így van rendjén, ha itt van a kegyelem, meg az üdvösség, a mindenféle jó, akkor ez nyilván összeér. Köszönjük, hogy eljöttetek, folytassátok a munkátokat, mert mindenféle olyan misszió, ami a szeretetről szól, az jézusi attitűdöt, jézusi megjelenést jelent, és azt nagyon jól tudjuk, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiai megjelenését. Lehet, hogy ezt nem pont így mondják, de hogy legyen egy kis megértés, empátia, szeretet, az nagyon fontos, és ebben köszönöm, hogy ti ezt a munkát hivatásszerűen szolgálatképpen és nagy szakértelemmel végeztétek és végzitek, és kívánom, hogy így folytassátok, és így legyen áldás mindannyiunk életén, és egy közös imádsággal fejezzük az alkalmunkat. Urunk, kérünk, maradj velünk az estében, az éjszakában, az életünk sötétjében. Add, hogy legyen nekünk is ránk hulló egy cseppnyi emberség, és árasztassunk magunk körül is, talán többet is. Őrizd meg szeretetedben, fogadd el imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg és őrizzen meg bennünket az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság Isten. Amen. És búcsúzásképpen a 474-es énekünk első és utolsó versét.